A speciális élet- és műszaki mentőszolgálat a járság szolgálatában állt, hogy a járványidőszakban segítsék a térség egészségügyét. Hadnagy Zoltán, a mentőszolgálat országos koordinátora 7 darab mentőorvosi kocsit adott át ma délelőtt Jászberényben. Felajánlásukkal a mentőcsapat a járványidőszakban segíti a jászberényi krízis-csoportot, a kórházat és szolgálja a lakosságot. A géppark átadásán dr. Sinkó Káli Róbert, a jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója kiemelte, hogy az egészségügyi intézménynek is sokat jelent a flotta. Beszállnak a járság ellátásába, hiszen például a járványkórházból érkező negatív betegek fogadásában, szállításában játszanak majd szerepet. Szeretném megköszönni ezt a felajánlást, hiszen minden bajban a keresztmetszet a védekezésnek a kapacitás növekedése lehetőségként azt szolgálja, hogy minél több emberen tudjon segíteni. A kórháznak is sokat jelent egy ilyen flotta, akik beszállnak a járság ellátásába, hiszen a területről érkező, vagy a területre visszaküldendő, vagy a járványkórházból érkező negatív betegeknek a fogadásába, a szállításába játszhatnak szerepet, illetve hát az alapellátásban a helyben izolált betegeknek a mintavételezése, illetve a minta feljuttatása a megfelelő laboratóriumba, ez egy nagyon fontos dolog, úgyhogy én is köszönöm szépen a felajánlásukat. Erdei Zsolt, a 16 éve működő különleges mentőszolgálat egyik tagja érdeklődésünkre elmondta, a csapat a gépparkját Pócs János országgyűlési képviselő közbenjárására telepítette át Budapestről Jászberénybe. Több megyében gondolkodtak, ám a csapat tagjai a jársági kötődése miatt választották a járság fővárosát. Az átadott speciális mentőautók gyakorlatilag bármilyen terepviszonyok között biztonságban közlekednek. Szakszemélyzetük a krízis központ utasításai alapján nyújt majd segítséget a koronavírus járvány időszakában. Azért vagyunk itt ma, mert a megváltozott helyzetre volt tekintettel a mentőszolgálatunknak a rendezvény és az autóverseny biztosítása megszűnt, és úgy gondoltuk, hogy karitatív jelleggel szeretnénk önöknek felajánlani a mentőszolgálatunkat, 7 darab mentorosi kocsival és terepjáró képességekkel látott fekvő beteg szállítással. Szeretnénk ezt felállni azért, mert tudjuk, hogy nehéz most a mentésben résztvevő embereknek a energiáját is megsokszorozni, és szeretnénk, hogyha mindenkihez el tudna jutni a mentőszolgálat, illetve akinek szükséges kórházba el tudjon jutni. Pócs János országgyűlési képviselő tájékoztatta televíziónkat. Itt a Jászberényi speciális gépjárműveknek az átadása is ékes példája arra, hogy az ország, a járság összefog a bajban. Óriási jelentősége és szerepe van annak, hogy itt Jászberényben ezt a 6 speciális járművet meg tudjuk kapni, ahogy majd a későbbiekben ki fog kerülni egy nagyon komoly felkészülésű, felszerelésű gépjárművekkel, orvosi szolgálattal, ami a járság területére szól. Nagy segítsége lesz ez a Jászberényben a krízis csoportnak, aki 24 órás szolgálatot lát el. Nagy segítség lesz a járság minden településen, hiszen nagyon sok olyan település van, ami nehezen megközelíthető, akár az útvaszonyok, akár a tanyavirág miatt, és nagyon sok olyan személy van, aki különböző szűrővizsgálatokhoz nem jut el, és segít ez a jármű, ez a szolgálat, ez a flotta a bajban minden egyes embernek. A parlament jelképével szeretném megköszönni Hadnagy Zoltán úrnak, hogy a járságra gondolt, és hogy segít bennünket. A parlament jelképe az mindig nagyon sok üzenettel szolgál számunkra. Most a legnagyobb üzenet, hogy a bajban együtt vagyunk. Kedves Zoltán, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, mi is feltétes készfogással. És kérem, engedjék meg, hogy a másik parlamenti jelképet szintén annak üzenetéül, hogy a bajban együtt vagyunk, Erdei Zsolt barátomnak adjam át, aki a járság Jászberény érdekében mindig nagyon sok önkéntes és karitatív munkát végez. Úgy gondolom, hogy az összes jótékonysága mellett ma ez volt a legnagyobb. Ezúton is szeretném megköszönni Zsoltnak. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Ennek a Jászberényi dolgozik. Köszönöm szépen. És ezentúl mindenkinek köszönjük, aki a járság egészségügyi ellátásában, a szociális ágazatban, a rendvédelemben, a krízis csoportokban a beteg emberekért dolgozik, és azért, hogy minél több ember meggyógyuljon és elkerülje
a nagyobb problémát. A csapat szakemberei a tűzoltási, műszaki mentési és mentőápolói feladatokat a legmagasabb szinten látják el. Tagjai rendelkeznek újraélesztéshez szükséges ismeretekkel is. A mentőorvosok, mentőtisztek olyan szakemberek, akik az elmúlt években az életmentés speciális területén nagy tapasztalatot szereztek.